Politikai hetsz kampányt folytat a Fidesz KDNP Miskolcon, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, ami csütörtökön a rendkívüli közgyűlést követte. Miskolc vezetői és a teljes velünk a város frakció szerint a kormánypárti képviselők távolmaradásukkal a munka és a felelősség elől menekülnek. A polgármester szerint pedig ezzel a gesztusokkal a kormánypárt politikusai kifejezték, hogy nem kíváncsiak Miskolc és a miskolciak helyzetére. Így, a a teljes frakció felsorakozott. Rendkívüli közgyűlés után rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. Simon Gábor úgy fogalmazott, a városvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy Miskolc működő képességét fenntartsák. Ebben a munkában természetesen a helyi ellenzék, a Fidesz képviselői nem vettek részt. Azonban azt gondolta a városvezetés nagyon helyesen, hogy Miskolc város közgyűlése, mint a legmagasabb döntéshozatali fórum. Itt a munkába mindenképpen be kell vonni minden képviselőt, hiszen a képviselők egy képviselő esküt Ennek az eskünek ma nem tettek eleget az említett képviselők, tette hozzá a frakcióvezető. Az üléssel a kormány kérését teljesítették, összehívását a helyi Fidesz KDNP is követelte, ezért a képviselők bolykottját a polgármester elfogadhatatlannak nevezte. Miskolszáros vezetése az elmúlt napokban benyújtotta takarékossági tervét a kormányhoz. Erről szerettünk volna tájékoztatni ma mindenkit a fideszes önkormányzati képviselőket is. De ők erre miskolc, a miskolciak helyzetére nem voltak kíváncsiak. Jó ideje látszik, hogy politikai öncélú hegyszkampányt folytatnak, valódi segítségre nem számíthatunk tőlük. Ezt a HEADSZ kampányt pedig a leghatározottabban visszautasítjuk. A polgármester továbbá felelőtlenségnek nevezte, hogy ebben a nehéz helyzetben a Fidesz-KDMP képviselői segítség helyett hátráltatják a városvezetés munkáját.